És hogy látjuk, hogy egyre több ember érkezik az országba, akiknek nem tudunk alternatívát nyújtani, hiszen mindenhol azt olvasunk, hogy megtelnek a menekült szállók. Most nyitnak még 16-ot, amik mondjuk 300 meg 3000 főt képesek befogadni, tehát hogyha mondjuk számoljuk 3000, az is tök jó már, tehát hogy az is egy bizonyos darabig elég. Mitől? Tehát tételezzük föl a legjobbat természetesen, tehát hogy tudjuk kezelni, enni tudunk adni, és munkát tudunk adni ezeknek az embereknek. Akkor is ott lesz egy olyan kérdés, hogy ők menekültek, tehát elmenekültek az otthonaikból, és nyilvánvalóan ugye a hivatalos álláspont, tehát ők a halál elől, a kivégzések elől menekültek el, amit tök megértek, mert ha Magyarországon is embereket fejeznének le, akkor valószínű, hogy mi sem maradnánk itt, hanem valahova menni próbálnánk. Na most mindentől függetlenül nincsen megoldás, és mi van akkor, ha adunk menedékjogot ezeknek az embereknek, de nyilvánvalóan nem feltétlenül biztos, hogy fogunk tudni munkát is adni nekik, hiszen Magyarországon alapból nagy a munkanélküliség, és akkor ezek az embereknek nem lesz munka. Itt lesznek, de nem lesz munkájuk, tehát mondhatjuk, hogy éhesek lesznek, és sokan lesznek. Na most ez az egyik szituáció. A legjobb. Ez a legjobb verzió. Miért gondolod ezt, hogy... De igen, én is gondolom, ez a legjobb verzió, de még ez még mindig egy veszélyes helyzet, hiszen itt lesz egy csomó ember lakás, meg étel nélkül. A lényegesen komolyabb hátsó konspirációk vannak, igen. Nem csak ebben az ügyben, hanem egyáltalán a arab tavasszal kapcsolatos helyzetek, illetve akár most ez is. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül professzionálisan szervezett logisztikával, pénzzel megtámogatott olyan trójai hadseregszerű valami, jó van, nem ez jó a hangfelvétel. Igen, komoly célja van, és nem az közvetlenül, hogy most, mert nem egy életszerű dolog, hogy Eritreából, Afganisztánból, Bangladesből, Sri Lankáról, olyan helyekről is jönnek emberek, akik, ahol egyébként nincsenek életveszélyek. Nyilván szegénység van, munkanélküliség van, de ami egyébként irányunkba kommunikálva van különböző csatornákon, az teátriális, professzionális eszközökkel elkészített olyan filmfelvételek, amire nyilván nem csak egy komoly szociális érzékkel megállott ember kapja fel a fejét, hanem bárki. Ez, ha tetszik, hanem ekkora létszámban egy majdnem tudatos hadművelet, nem kifejezetten Magyarország, már én legalábbis így gondolom, nem kifejezetten Magyarország felé irányul, ami sajnos tény, hogy a bevándorlóknak a 80-90%-a életerős fiatal férfi. Tehát 18 és 40 év közötti férfiakról beszélünk, és látható volt a másfél hete, hogy milyen konfliktus alakult ki közöttük. Elláttam a teljes felvételt, tanultam a neten, bárki megnézheti, mindenki levonhatja a saját következtetését. Nyilván vannak ezek között az emberek között olyan szerencsétlen sorsú, valódi menekültek, akiknek olyan borzasztó tragédiájuk sora vezetett addig, hogy elinduljanak ekkora hatalmas útra, hogy természetesen vannak ilyen emberek. Ők azok, akiket valóban jól lenne megmenteni. Ők azok, akik egyébként teljesen nyugodtan jelentkezhetnének a határátkelő helyen, és a magyar jogszabályok megfelelően kérhetnék a menedékjogot. Ezzel szemben nem ezt követik, hanem egy elég professzionálisan megszervezett csempész útvonalon van szállítva, mozgatva, és a zöld határok keresztül érkeznek az országba. Tehát gyakorlatilag maga a létük, maga az egész cselekmény egy tudatos jogsértésnek az eredménye, hogy ők itt vannak, de innentől kezdve, mivel pontosan tudják, hogy a mi jogrendünk, a mi szociális érzékünk,
anyától is, a szociális érzékünk nem tesz lehetővé azt a egyébként radikális hozzáállást, ami ilyen esetben elképzelhető szükséges lenne. Erre lehet alapozni. Mármint, hogy haza zavarjuk őket vissza. Mármint, hogy ott, tehát a radikális. Az ő országokban gondolunk bele, tehát ha mi ezt csinálnánk az ő országokban, akkor milyen sorsunk lenne? Mit kapnánk az ottani határrendészettől, az ottani rendvédelmi szervektől? Ez csak józan paraszt írt, fele kell gondolni, és nem hiszem, hogy rám kötelező a magyar alkotmány, a magyar jogrend, nekem kötelező betartani minden szabályt, adózni, etc. Akkor ugyanezt a legminimálisabb szinten nem várhatjuk el azoktól az emberektől, akik tőlünk elvárnak valamit. Mm. És nem biztos, hogy nincs igazuk azoknak az embereknek, akik igen keményen állnak ezzel a invázió ellen, mert elmondta az előbb a legjobb lehetőség. Tehát egy békés emberállat, meg egy Magyarországra, szépen mű a számuk, rövidesen a befogadó állomásokon kialakul az a kritikus tömeg, amit egy konfliktus esetén kezelni nagyon nehéz. Ezek fő, ha elindul, már pedig férfiakról beszélünk túlnyomóan részt, őket kezelni, mint látható, baromira nehéz volt. Ezek az emberek reményt vesztett emberek, elvesztették a múltjukat, a jövő, amivel bíznak, az bezáródik előttük, nem engedjük őket tovább nyugatra. Pontosabban mi engedném, csak a nyugat nem fogadja be őket, sem Németország, Ausztria, sőt, mint többet visszatoloncolják őket, és így az emberekben kialakul egy olyan, most a legjobb esetről van szó, akkor egy olyan hozzáállás, hogy nincs vesztenivaló. Már pedig megpróbálom megoldani erőből, és kialakul egy olyan helyzet, amiről beszélek. Ez a legjobb. Oké, hogy nézzük, hogy ez a legjobb helyzet, hogy ezek az emberek békésen idejönnek, letelepszenek, és maximum csak egy kicsit kibuknak azon, hogy nem kapnak jövőbe menési lehetőséget, ugye nem fogadja őket Németország, Anglia, mindenki visszatoncolja őket oda, ahol bejöttek az Európai Unió. Gyakorlatilag elvész a jövőkép. Az a jövőkép, ami akkor alakult ki bennük, amikor elindultak ide Magyarországra, vagy nem Magyarországra, hanem a célországra, itt megakadályozzák őket a további utányban, és ezeket az embereknek elvész a jövőképük. Most mindannyiunknak elveszem a jövőképet, valószínűleg óriási személyiség torzulásról mennek keresztül, és egy teljes normális dolog. Na most, ha ez a legjobb helyzet, ugye mi van akkor, ha, ugye, hogy az előzőben is beszéltél róla, és hát ugye olvasni történik is, ha ez egy tudatos invázió az ország ellen, és ezek az emberek, vagy nem mondjuk azt, hogy mindegyik ember mondjuk terrorista, vagy céllal érkezett az országba, de mi van akkor, ha nem azért indultak csak el ezek az emberek, mert azt gondolták, hogy itt majd kolbászból lesz a kerítés az Európai Unióban, hanem őket igenis egy szervezet felkészítette arra, hogy ők ezzel az invázióval, ezzel a sok ezer emberrel egy-egyként bejöjjenek, hiszen tulajdonképpen, hogy ezek az emberek papírok nélkül érkeznek, tehát ellenőrizhetetlen az, hogy kik ők, mik ők, honnan jönnek, melyik országból, mi az eredeti nevük. És azért kérdezem ezt, mert mi ninjutsuzunk, és a Közel-Keleten a legnépszerűbb harcművészet az arab világon, az a ninjutsu, és az Instagramon nekem a minden ötödik barátom vagy ismerősöm egy arab ninjutsuval foglalkozó ember, és ez egy az egyben egy ilyen stratégiát a hátam mögött sejtető dolog, és nyilvánvalóan ugye ezek az emberek is elveszítik a jövőképüket, akiknek mondjuk ezt, azt mondtad, hogy nem Magyarország feltétlenül az ő céljuk, hogy azok az emberek, akik célral érkeztek esetlegesen, hogy különböző rejtett terrorcselekményeket hajtsanak végre mondjuk más európai uniós országok ellen, ők is elveszítik a jövőképüket, ők mit fognak? Ők nem veszik. Mert ők tudatosan érkeztek az országba. Nem tudnak tovább menni. Ők tovább fognak tudni menni. Aha. Hát ugye, hogy te is át tudnál menni egy határon, egy őrzött határon, én is át tudnék menni, és az ő képzett emberek ezt megoldják. Elég régóta
gyakorlatilag, mint a világ a világ vannak, kvázi idegen zártós hadműveletek, olyan akciók, ami gyakorlatilag úgy mutatja be magát a cselekményt, mintha az ellenség támadott volna minket, és akkor erre lehessen reagálni. Ez az egész arab tavasz, az egész felforgató tevékenység, ami az elmúlt években volt, ez gyakorlatilag teljesen más, mint ahogy bemutatják a televízióba, az interneten. Tehát az egy ostoba gondolat, hogy azt gondolják az emberek, hogy van egy elégedetlen népcsoport, egy néptömeg, néhány ezer, néhány tízezer fő, és ők itt tüntetés alkalmával megszerezvén a kézifegyvereket, egyszerű kézifegyvereket, tehát itt nem hasznosítról beszélünk, nem komoly paknavetékről beszélünk. Az is van. Tehát kézifegyvereket megszerezvén, és ezek az emberek, akik elégedetlenkedők, de nem ez a szakmájuk, nincsen professzionálisan felkészítve harcászatra, hadicselekményre, ezek képesek kezelni az eszközöket, és ez a csodát, arab országban legyőzték a különösen a reguláris erőket, akiknek harcműségeik voltak. A lázadók. Hát gyakorlatilag semmi más, mint ezek mögött az emberek mögött, fizetett zsoldos erők vannak, úgynevezett PMC csapatok. És ezek a PMC csapatok végzik el sebészi pontossággal azokat a beavatkozásokat országon belül, ami után, ha megbénítanak bizonyos pontokat, akár hadászati pontokat, rendvédelmi pontokat, infrastruktúrális pontokat, ezután már boldogul a 18 egyetemistából egyetemistából álló AK-ba felfegyverzett csapat. És kicsit elkanyarodtunk a témától, de mindenféleképpen át kell látni szerintem ennek a hátterét ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen erők, milyen szándékok lehetnek a háttérben a beszivárgó, vagy nem csak beszivárgó, hanem beszivárgó, hanem repülőgépen érkező terroristák mögött. Ezek professzionálisan felkészített, kiképzett ügynökök. Ezek közül gyakorlatilag egy ember elegendő ahhoz, hogy Magyarországot infrastruktúrálisan megbédítsa gyakorlatilag egy hét alatt. Azért bízok benne, hogy elég ügyesnek kell lennie. Nagyon nem kell. Én kérek elnézést. Pénzés, tudás, elegendő. Egyébként infrastruktúrálisan komoly károkat tud az országnak okozni, és akkor a előtörő helyi elégedetlenségek már jelentősen tudnak bontani azon a helyzeten, ami teljesen tervszerű esetünk föl a része. Mennyi esélyt látsz arra, hogy Magyarország is célpontja lehet egy ilyen infrastruktúrális megbénításnak és felforgatásnak? Tehát, hogy mennyire szerepelhet? Hát nyilván nem fognak itt üresen hagyni meg átmenni egy felületen. Nekem ebből a szempontból az egyetlen érdekes Svájc, aki kimaradt az első, a második világháborúban, és érdekes módon, amíg menekültek se mennek, a hírek szerint. És egyébként pénz ott van. Tehát, hogy mi az a, tehát hogy ha esetlegesen, mert hogy egy ilyen krízis, mondjuk ez is egy kvázi legrosszabb esetben bekövetkező krízis helyzet, lehet. Tehát, hogy mi az a javaslatod mondjuk a mi hétköznapi polgári lakosság számára, amivel a legnagyobb esélyünk van arra, hogy túléljünk, vagy átéljünk egy ilyet. Tehát nyilván ugye kifejtetted, hogy a városban nem feltétlenül fogunk tudni sokáig jól érezni magunkat, meg életben maradni. De hogy akkor mindenki vonuljon az erdőkbe, és akkor lakjunk a fák között? Vagy milyen alternatív megoldást tudsz javasolni? És itt mondjuk, ha belevennéd azt is, ami többeket is érdekelt a kérdésekbe, hogy ugye itt nem arról beszélünk, hogy most neki vágok az egymagamba 24 évesen, fiatalon, a hátizsákommal, és akkor egy alsóbatyával, meg egy túlélőkéssel minden megcsinálok, hanem gondolkodjunk mondjuk családokban is, ahol van egy nő, van gyerek, esetlegesen kisgyerek van, tehát mennyi esélyt látsz arra, hogy,
hogy tulajdonképpen egy ilyen szituációt túlélünk. Illetve inkább úgy kérdezem, hogy